Kakasfőző Fesztivál, befejeződött az őszi árpa aratása, PET kupa Kiskörén, Posztosné Kovács Éva óvodapedagógussal beszélgettünk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. augusztus 31-én 18 óra 5 perckor. Kegyes volt az időjárás a püspökladányi kakasfőző fesztivál résztvevőihez, hiszen ragyogó napsütésben, kellemes nyári melegben mérhették össze tudásukat a főzőcsapatok, s mutathatták meg a városi gyógy és strandfürdő előtti téren kakasfőző képességeik legjavát. A sátrak, baráti társaságok és bográcsok tengerében az érdeklődő közönség is megtalálhatta a számára kedves szórakozást. Kirakodó vásárpóni lovaglás, katonai toborzás és színpadi műsorok várták az érdeklődőket a nap folyamán. A főzőversenyen pedig mintegy 30 csapat mérettette meg magát, de sor került a legjobb pálinkák mustrájára, valamint kiderült az is, hogy ki bírja legjobban a csilit. Mai napon ismereteim szerint közel 40 csapat jelentkezett a kakasfőző versenyre. Örülök annak, hogy ilyen nagy népszerűségnek örvend egyrészt a kakaskultusz, másrészt a gasztronómiai élvezetek ilyen jellegű közös megnyilvánulása. Örülök annak, hogy jó napot kívánok, örülök annak, hogy mindezeken túl pedig népes számban vannak itt meghívott vendégeink, a katonai toborzástól kezdve a kamarai vendégek, és engedjék meg, hogy mindenkit ne soroljak, mert valószínű valaki ki fogok hagyni. Lényeg az, hogy a gasztronómiai rendezvényen túl egyéb programokra is lehetőség van, és amellett a kis csatornán túl pedig, hogy láthatják sokféle árus és mindennemű egyéb pozitív tartalommal bíró lehetőség, program lehetőség is rendelkezésre áll. A gyerekeknek arcfestéstől kezdve különböző játékok és minden egyéb más. Én bízom benne, hogy mindenki megtalálja a nap folyamán azt a kedves, kellemes programot, ami miatt jött, amivel emlékezetes lesz ez a nap, és még el ne felejtsem mondani, hogy mindeközben a mai nap eseményi sorozatából valószínűleg aki a tanulmányozta a meghívót, láthatta, hogy a gasztronómiai rendezvény közepette pálinka verseny is lebonyításra kerül, második Nimrod pálinka verseny is közben folyamatban van, illetve egyéb színes programok is fogják a délután folyamán a kulturális események közepette a színesíteni a programsorozatot. A rendezvény nevének eredetéről kérdésünkre elmondta, szeretek volna olyan gasztro tematikájú programot indítani, ami a környéken még nincs. A jó kakaspörkölt titka, hogy darabokban fogyasszuk és darabokban főzzük meg a szárnyast, valamint figyeljünk a hozzávalók arányára, vallja Berec Lajos Zsinka. A rutinos helyi főzőmestertől megtudtuk, hogy korábban 19 alkalommal volt baráti társaságából verbuválódó csapatával a Karcagi Birka Főzőfesztiválon, ahol számtalan alkalommal ért el sikereket. A baptista tevékeny szeretett misszió sátránál a finom illatok mellett más program lehetőség is várta az arra járót, vérnyomás méréssel, vércukorszint méréssel, kézműves foglalkozással, csőrögefánkkal és házi barack lekvárral is készült a csapat. A kundérban pedig baromfi rotyogott. Befejeződött az őszi árpa aratása. Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt lelassultak a betakarítási munkálatok, ugyanakkor továbbra is fennakadás nélkül zajlik a nyári aratás a földeken, közölte Nagy István, agrárminiszter. A tárca vezető arra emlékeztetett, a nyári hónapokban 1,8 millió hektáron tartanak az aratási munkálatok. Az őszi vetés területek nagysága ugyanis a jelenlegi gazdálkodási évben átlag feletti. Az aratás kezdete korakalászosok és a repce is kedvező állapotban voltak. Ezen növények esetén a termés országos mennyisége és átlaghozama alul marad az előzetes várakozásokhoz képest, ugyanakkor jobb a tavalyi történelmi aszályos évnél, fűzte hozzá.
Nagy István hozzátette. Az őszi árpa aratása befejeződött, amely összesen 2.193.710 tonna termést hozott 397.875 hektáron. Az országos termés átlag 5,5 tonna per hektár, ami elmarad a várakozásoktól. Az őszi búza termőterülete jelentősen növekedett idén a tavalyi évhez képest. E növény esetében is, ha végéhez közelednek a munkálatok, 86%-os készültségnél 5,5 tonna per hektár körüli termés átlag várható. Az őszi káposzta repce betakarítása is a végénél jár. A tavalyi évnél 50.000 hektárral kevesebb, 189.000 hektár a vetés területe. Ugyanakkor jó termés átlag ígérkezik, az össztermés 614.000 tonna körül alakulhat, részletezte a miniszter. Nagy István kitért arra is, a szalma betakarítást és tárlóhántást folyamatosan végzik, ahogy az időjárás engedi. Az esőzések miatt kedvező nedvesség állapotba került a talaj felső része, így felgyorsult a tarlóhántás, valamint a másodvetési munkák is. 5 nap, 70 kilométer, 6 tonna hulladék. Ez a 11. PET-kupa legfontosabb számsora. 240 önkéntes tisztította meg a Tiszát és Árterét Kiskore és Szolnok között. Így száll vízre egy újra hasznosított anyagokból készült hajó a Tiszatónál. Több ilyen cirkáló is szelte a habokat a 11. PET-kupán. Ez egy alapvetően egy gyerekhajó. A lényegében a tervek is mind a gyerekek tollából születtek. Mutatnám is őket, mert mindig magamnál hordom, csak természetesen vízhatlantokban, hogy nehogy valami gond legyen. A hajóról azt kell tudni, hogy teljes egészében újra felhasznál, de annyira, hogy maguk az úszó testei is olyan pillepalackokból vannak, amik már egyszer teljesítették a Tiszatavi PET-kupát. Tehát igazából egy újra és újra használt hajó, a fedélzet is teljes mértékben hulladékból van, például az árnyékolók épület meshálóból készültek. 3 napig dolgoztunk rajta, nem volt teljes az összhang, voltak nézeteltérések, de ezek mostanra elsimultak. Az első perót kupát még 2013-ban rendezték, akkor Tivadar és Cigánt között 100 folyamkilométeres hosszúságban gyűjtötték a felhalmozódott hulladékot az önkéntesek. A cél azóta sem változott. Először is, hogy a jövő ne legyen annyira koszos, hogy már el kelljen hagyni a földet, meg hát túl sok a szemét muszáj elvenni, meg a szemét az nagyon rossz, muszáj megtisztítani. A Tiszató, illetve a Kiskörénél megépített vízlépcső gyakorlatilag ketté vágja a folyót. Nagyobb bárhullámok több hulladékot hoznak, hiszen a határainkon túli folyó meder közelében lévő lerakatokról egy nagyobb áradás több hulladékot rabol el, kisebb áradásoknál kevesebb érkezik. Nagy szerencse és egy különleges műszaki adottsága a kiskörei vízlépcsőnek, hogy kisebb és közepes árhullámoknál meg tudjuk állítani az érkező uszadék és hulladék mezőt. Lényegében itt összetorlódik, és ez már nem jut a kiskör alatti több mint 400 kilométeres folyószakaszra egészen a Dunáig. A 10 évvel indított környezetvédelmi folyótisztítási akció már a igazi nyári happening lett. A hajók is a vízparton készülnek, a Tisza takarítások közti szünetben pedig jut idő a szórakozásra is. Összességében 240 ember fog, mint résztvevő, megfordulni a kupán. Idén átlagosan 160 ember lesz egyszerre vízen, és ez a 160 ember az, aki 10 hajóegységgel, 50 kenuval, 5 motoros hajóval kisegítve fogja tisztítani ezt a szakaszt. Aki nem a vízen teljesít szolgálatot, az az ártér tisztításában segítkezik, illetve a hulladék szelektálásában működik közre. A PET-kupák során gyűjtött hulladékokat 13 felé válogatjuk, így a nap végén az a 7-10 tonna, ami most itt is össze fog gyűlni, az feldolgozásra, átválogatásra kerül, és több mint 60% az a körforgásban maradhat,
partnereinknek köszönhetően anyagáramonként, ami hasznosítható, az elkerül a feldolgozóhoz. A hátam mögött látható kajak, az pedig 100% tiszai műanyagból készült, amit mi szedtünk és mi válogattunk. Tehát számos olyan zászlós hajunk van, ami jól mutatja, hogy a hulladéknak hol lenne az igazi helye, és a folyókat megőrizzük meg tisztán. A petkupások tapasztalatai alapján évről évre kevesebb hulladékot szednek ki a Tiszából. Idén 6 tonnányi hulladéktól mentesítették a folyót, illetve az árteret. A szolnoki megérkezés után díjazták a legeredményesebb, azaz legtöbb hulladékot gyűjtő csapatokat is. Ez alapján az idei Tisza Hőse díjat a Siemens Energy nyerte 250 zsáknyi hulladék összeszedésével. Karcagváros pedagógiai díját vette át Posztósné Kovács Éva, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter utcai óvodájának tagintézmény vezetője. Vele beszélgettünk. Köszönettel tartozom közvetlen feletteseimnek, akik érdemesnek tartottak erre a nívós díjra, másrészt a város vezetői felé, akik megítélték ezt számomra. Hatalmas élmény az ember munkásságában, amikor díjat kap, mondta az óvoda pedagógus, aki a gyerekekkel való tevékenykedést legalább annyira élvezi, mint maguk a gyerekek. Nagyon fontos, hogy mintát lássanak a szülők arra, hogy hogyan, milyen módon lehet a gyermekeket megközelíteni, hogyan, milyen módon lehet az ő saját kisgyermekével is egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami majd a későbbiek folyamán az iskolai tanulmányokban előnyt jelent és nagy segítséget, és az ki kell, hogy alakuljon akkorra a szülő és gyermek között. Ez a célunk, hogy a 3-4 év alatt odáig jussanak ők ketten, a szülő és a gyermek, hogy ez működjön. Emellett a szülők nagyon érdeklődőek, nagyon kedvesek és odaadóak az óvoda felé, nagyon figyelmesek. Így az óvodai életünkben ők szinte mindig ott vannak. A rendezvényeinkkel lehet rájuk számítani, ötleteket hoznak, hajlandóak még egy tevékenységet is lekoordinálni, akár csillámtetoválást is felraknak az egész óvoda összes gyermekének, sőt még a testvéreknek is. Tehát igazából én azt látom már így az évek során, hogy egy olyan jó nagy család vagyunk. És akkor, mikor egy-egy rendezvény alkalmával épp megfigyelem, hogy hogyan s miképp működik, olyankor nincsen én gyerekem, te gyereked. Olyankor, aki ott van, az intézi, fogja, viszi, tölti, megmossa, pisírteti, fölrakja, odaadja, oda nyújtja, fölsegíti, és ez nagyon jó látni. Tagintézmény vezetőként több újdonságot is bevezetett az óvodában. Családanyának lenni és óvodéninek lenni azért más. Mert valamikor a szülő szól belőlem, és valamikor az anya. Itt viszont az óvodéni. De mivel annak idején is már én óvodéni voltam, mikor ők abban a korban voltak, nyilván tudtam, hogy mik az elvárások és mik lesznek az elvárások, és hát szülőnek is kellett lenni, de nyilván anyának is kellett mellette lenni. Az én gyerekeim nagyon kedves és jó emberek lettek, segítő emberek lettek. Sorolja az óvónő, aki számára a kikapcsolódást az olvasás és a család jelenti. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!